Közös érték az egészség címmel indult mintaprogram Békés megyében, az egészséges életmódra nevelés, a prevenció és a szűrővizsgálatok fontossága érdekében. Az óvodás korosztálytól az idősekig mindenkit meg szeretnének szólítani. Azért fontos, és azért tettem a közös szót, hogy valamennyiünk, ahogy szoktuk mondani, ez a program nullától 100 éves korig célozott meg mindenkit, de nyilván elsősorban a fiatalokat szeretnénk ennek megnyerni, hiszen bennetek van a jövő. Közös még amiatt is, mert számítunk arra, hogy olyan partnerekkel tudunk együttműködni az elkövetkezendő időszakban életben, akik nekünk ebben a tevékenységben nagyon sokat tudnak segíteni, vagy kitere gondolunk. Stratégiai partnerek ők, elsősorban nyilván azok, akik az egészséggel foglalkoznak, így például stratégiai partnerek a programban a Vörös Kereszt. Az egészségünk megőrzésére számos módon van lehetőségünk. Ezek közül Prohászka Béla, Venez díjas mesterszakács a szezonális termékek fogyasztásának fontosságát emelte ki. Fontos az, hogy az egészség, a táplálkozás, legalább egy 60-65%-ban határozza meg azt, hogy hogy is tudunk tehát élni. Ezért fontos, hogy reggel ide, 10 óraira, ebédre, uzsonnára vagy vacsorára, hogy mit is fogyasztunk. Mindenki tudja azt, hogy bizonyos alapanyagok bizonyos időszakokban teremnek, akkor nőnek ki föl, nőnek ki, akkor szedjük el akár fáról, bokrokról, ezekkel hívjuk, hogy szezonalitásnak. Tehát a szezonalitást, ha figyelembe veszünk, akkor az nagyon jó, mert abban a bizonyos időszakban van az alapanyagoknak ugye a legtöbb vitamin tartalma, a legtöbb ásványi tartalma. Az ételek elkészítésében két nebuló is segítkezett. A Békés Csabai Szlovák Általános Iskolában az ízletes tésztasalátákat különböző zöldségfélékkel kóstolhatták meg a diákok.